18 milliárdos fejlesztés valósul meg a hulladékgazdálkodásban. A Twist Olivért viszik színpadra a Bartókban. A 90. születésnapja alkalmából köszöntötték Szabó Lászlónét. Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a D+ televízió híradóját látják. Évzáró ünnepséget tartott a Vertikál közszolgáltató nonprofit ZRT és a Dunanet nonprofit Kft. A rendezvényen többek között a hulladékgazdálkodás helyzetéről, az önkormányzatok, a közszolgáltatók, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő ZRT kapcsolatáról is beszéltek. A szokásos évzáró ünnepség keretében értékelte a térségi hulladékgazdálkodási helyzetet a Vertikál közszolgáltató nonprofit ZRT és a Dunanet nonprofit Kft. Vezetése. Az eseményen részt vettek a térségi települések polgármesterei, köztük Cserna Gábor városunk polgármestere is, aki beszédében elmondta, egy adott településen élőknek a megfelelő közbiztonság, a minőségi egészségügyi ellátás mellett a köztisztaság rendben tartása a három legfontosabb terület. Utóbbi esetében pedig a városvezetés és a Dunanet között folyamatosak az egyeztetések, és a kommunikáció egymás, valamint a lakosság között. Ferenc Kornél, a Vertikál közszolgáltató nonprofit ZRT igazgatója, illetve a Dunanet nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója beszámolt a 2018-as évben történtekről, és kitért a következő évben az ágazatnál történő változásokra is. Az ágazatnál a kormány az integrációra törekszik, és ennek mentén valósítják meg a fejlesztéseket is, melyek 2020-ra befejeződnek. Térségünkben ez egy 18 milliárd forintos fejlesztést jelent, amellyel a lakosság sokkal modernebb technológiával találja majd magát szemben a hulladékszállítás és gazdálkodás területén, de a rezsicsökkentésnek köszönhetően még mindig 2012-es árakon. A kukásautók, a hulladékgyűjtő edényzetek beszerzése, annak közbeszerzése már lezárult, illetve maga a létesítményfejlesztések pedig folyamatban vannak. Ez azt jelenti, hogy jövő évtől az elkövetkezendő, tehát 19-20-as évben várhatóan minden háztartáshoz plusz edényzetek fognak kerülni, illetve a Dunát életére pedig azt jelenti, hogy új kukásautókkal tudjuk a szolgáltatást ellátni. Nyilván ebből, ami a lakosság száma érzékelhető, hogy egy sokkal kiszámíthatóbb, kultúráltabb és fejlett közszolgáltatáshoz tudnak jutni. Dr. Galambos Dénes miniszterelnök biztos arról szólt, hogy a fejlesztéseket sikerült egyben tartani, és 2020-ra minden elemében megvalósul ez a 18 milliárd forintos befektetés, mely a lakosság szubjektív érzületének növelését eredményezi. A Közép-Duna vidéke hulladékgazdálkodási társulás része is, mindkét társaság, tehát egy nagy rendszer része és ennek a nagy rendszernek a részeként 2019-20-ban az előző, tehát a 14 és 20 közötti uniós forrásból rendelkezésre álló 18 milliárdból olyan lehetőségek adódnak, amelyek mind a személygyűjtő gépjárművek, mind pedig az edényzet cseréje, mind pedig hulladékválogató, zöld hulladékudvarok létesítése, és még sorolhatnám, amelyet hallottunk a mai fórumon, ezek mind azt teszik lehetővé, hogy korszerű körülmények között kerüljön szelektíven gyűjtésre a lakossági hulladék. Hangsúlyozta, fontos, hogy a térségben ez a szolgáltatás stabil lábokon áll, működését semmi nem veszélyezteti. Ez azért is fontos, mert az új hulladékgazdálkodási alapelveknek megfelelően a szemétfeldolgozásában áram és hőtermelés keletkezik majd, ami pedig az iparosításnak adhat megfelelő lendületet a térségben, ezáltal újabb fejlesztéseket eredményezhet. A közalkalmazottak bérével kapcsolatban tartott sajtótájékoztatót Szabó Zsolt, a Párbeszéd Magyarországért Dunajvárosi önkormányzati képviselője a Városháza téren. A képviselő a közalkalmazottak megbecsülését hangsúlyozta. A Párbeszéd szerint azokat, akik itt Dunajvárosban a hivatásukban helyezkedtek el, és nehéz munkát végeznek napról napra, meg kell becsülni, és itt kell tartani a városban. Ennek pedig az egyik eleme az, hogy megfelelő bérben, megfelelő juttatásokban részesülnek. Charles Dickens második regényének, a Twist Olivér színpadi előadására készül a Bartók Kamara Színház és Művészetek Háza társulata. A musical különlegessége, hogy a főbb szerepeket dunajvárosi gyerekek alakítják majd Csadi Zoltán rendezésében. Charles Dickens Twist Olivér című regényének feldolgozására készülnek a Bartók Kamara Színház és Művészetek Házában. Az árva kisfiú történetét bizonyára sokan ismerik, a kalandjait, valamint a megpróbáltatásokat, amelyeket elszenvedett. Az előadás olvasó próbáját hétfő délelőtt tartották a színészek, és azok a dunaújvárosi gyerekek, akik szerepet kaptak a darabban. Csadi Zoltán rendező azt mondta, a válogatás rendkívül sikeres volt, a város több iskolájából érkeztek a fiatalok.
92-en jelentkeztek erre a válogatásra. Nagyon nagy élmény volt már maga ez is, hogy ilyen sokan érdeklődnek, kíváncsiak a munkánkra, és ennyien elhivatottak szeretnének belekóstolni ebbe a fajta különleges világban, mint amit egy színházi előadásnak a létrehozása tud nyújtani. Többen voltak olyanok, akik már itt a színházban szerepeltek, a Valahol Európában van, illetve a Loser Rádióban, és voltak új felfedezések, ami számomra nagy öröm volt. Nagyon sokan jöttek a Móriczból, a Dózsa iskolából, jöttek a Széchenyiből is egy páran. A regényben megjelenik a szegénytörvény, a gyermekmunka és a gyermekek bűnöző életmódra kényszerítése is. Csadi Zoltán azt mondta, a jelmezek és a díszlet ötvözi majd a viktoriánus és a mai kor jellemzőit. Ez gyerekkori olvasmány élményem volt, és mindig is foglalkoztatott, hogy ennek a fiúnak a történetén keresztül beszélni a világról, azokról a kiszolgáltatottakról, azokról a szegényekről, akik tulajdonképpen mi is lehetnénk, hiszen az ember soha nem tudja, hogy mikor kerül át a másik oldalra. És az élet az olyan váratlan fordulatokat tud produkálni, hogy soha nem tudjuk, hogy mikor milyen kihívással kell szembenéznünk. És ez a kisfiú, ez a 9 éves gyermek, ez olyan sok fiatal kora ellenére olyan sok kihívással nézett szembe, hogy az ő története, az ő hite, az ő rácsodálkozása a világra, az engem gyerekként is nagyon megfogott, és felnőttként is, amikor már mélyebb rétegeit is megismertem ennek a történetnek. A Család évadának következő premier előadása, a Twist Olivér bemutatója február 2-án lesz a Bartók Kamara Színház és Művészetek Háza színház termében. Fejér megyét érintően 25 önkéntes tűzoltóegyesület és egy járási mentőcsoport vett részt eredményesen az önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek idei országos pályázatán. A szervezetek szertárfelújításra, működési költségekre, tűzoltótechnikai felszerelésekre, védőeszközökre és oktatásra nyertek támogatást. Az új eszközöket és felszereléseket múlt héten az önkéntesek nemzetközi napján adták át a Fejér megyei katasztrófavédelmi igazgatóságon. Ugyancsak ekkor vehették át szintén pályázati forrásból beszerzett eszközeiket a Fejér megyei önkormányzati tűzoltóságok is. Informatikai eszközöket, védőruházatot, tömlőket, létrákat, kéziszerszámokat, motoros láncfűrészeket és szivattyúkat. Az elnyert támogatások összértéke meghaladja a 35 millió forintot. Folytatódott a Szépkorúak köszöntése városunkban. Nagy Zoltánné képviselő, idősügyi tanácsnok ezúttal Szabó Lászlónét köszöntötte a 90. születésnapja alkalmából. Nagy Zoltánné idősügyi tanácsnok otthonában köszöntötte a 90. születésnapját ünneplő Szabó Lászlóné Zsuzsanna nénit, aki 1928-ban Hajdúhatházán született, és ott is nőtt fel. Köszönöm szépen! Köszönjük! Jó, köszönjük! És átadom ezt az emléklapot, ami az önnek szól. Tessék, ez egy emléklap. Parancsoljon, Zsuzsanna. Zsuzsanna néni 1952-ben érkezett Dunaújvárosba. Dolgozott a ruhagyárban varrónőként, később pedig a vasműben a mentőállomáson. Takarított, rendben tartotta az állomást. Szabad idejében a mai napig nagyon sokat olvas és varr. Az meg a mindenem volt a varrás, szaptam, vartam. Másoknak is, magamnak is, Zsuzsinak, a gyerekeimnek is. Mindent szerettem csinálni, mindent. De legjobban a lovamat szerettem. Úgyhogy a Dajka volt a neve. Öt unokája és két dédunokája örvendezteti meg a mindennapokban. Most következzenek kiemelt híreink még egyszer, röviden. 18 milliárdos fejlesztés valósul meg a hulladékgazdálkodásban. A Twist Olivért viszik színpadra a Bartókban. A 90. születésnapja alkalmából köszöntötték Szabó Lászlónét. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, most időjárás jelentés következik, a Hírplusz című műsorunkban pedig a Vertikál évzáró ünnepségéről láthatnak bővebb összeállítást, és lesz még a Szépkor című magazinunk is Tóth Veronikával. Tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra! Köszöntöm nézőinket! Átmeneti szárazabb idő után péntek délutántól havazás érkezik.
Csütörtökön a Dunától keletre lesz több napsütés, máshol több felhő várható. Csak néhol szállingozhat majd a hó. Hajnalra többfelé pára köt képződik, mely néhol napközben csak lassan oszlik fel. Gyenge mérsékelt marad a légmozgás, kora reggel -1, -6, napközben -1, +4 fokot mérhetünk. Pénteken a kezdeti napos idő után délnyugat felől erős felhősödés, délután havazás kezdődik. Megélénkül az északkeleti szél, kora délután -1, +3 fok valószínű. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!